A műsor Budapestről jelentkezik. Itt van Friderikus. Olvastam, hogy amire talán a legbüszkébb, az nem valamilyen robottechnikai újdonság, amit ön talált ki, hanem egy úgynevezett kézhigiéniai eszköz. Jól értem, föltalálta a legalaposabb kézmosást? Nem pontosan így szól a történet. A Műegyetemen az egyik hallgatóm volt az, akinek az ötlete volt, hogy fejleszünk egy mérnöki berendezést a kézhigiénia minőségének a meghatározására, amelyet egyrészt tudnak az orvosok, ápolók önellenőrzésre használni, de ezt tovább gondoltuk és tovább fejlesztettük, és lett egy olyan készülékünk, amely most Henningsken néven jelenleg klinikai prototípusként a világ különböző kórházaiban már ott szolgál, amely nem csak önellenőrzésre, hanem minőségbiztosítási rendszerként is szolgál, tehát meg tudjuk vele mérni, hogy ki mennyire jól fertőtlenítette a kezét. Ez pedig nagyon fontos, ugye? Abszolút nagyon fontos. Az orvosnál. Hiába tudjuk szemmel veszóta, hogy mekkora jelentősége lenne a kézmosásnak, a kézfertőtlenítésnek, időhiányban, vagy egyszerűen csak sajnos néha hanyagságból, vagy egyszerűen csak nincsenek tudatában, és elhanyagolják ezt elsősorban az egészségügyi ellátás során. Emiatt sajnos évente európai viszonylatban 150 ezer ember hal meg, ez a kórházi fertőzések ilyen hatalmas halálozási arányjal rendelkeznek, ugyanis sok olyan kórházi fertőzés, ilyen multirezisztens baktérium van, amelyeket, hogyha elkapunk, nagyon nehéz kigyógyítani. Jó, de hogy jött rá erre a problémára? Olvasott róla? Mert hát mondjuk a robotikától eljutni a kézfertőtlenítésig, nem tudom, hogy hosszú út vezete, de minden esetben nem tűnik triviális. Egyik a másikból következően. Nem, én sose gondoltam volna, hogy ezzel fogok foglalkozni, de Lehocki Ákos hallgatóm, aki dolgozott infekciókontrollosként kórházban, de nálunk volt ilyen egészségügyi mérnök képzésen, ő mondta azt, hogy látja ezt a problémát, saját két szemvel tapasztalja, hogy mennyire nem tudnak kezet mosni az emberek, és mérnöki gondolkodásmódja arra indította, hogy próbálj meg erre egy eszközt építeni. És annyira megtetszett az ötlet, hogy azt mondtam, hogy jó, alakítsunk erre egy csapatot, így alakult ki, hogy négyen, aztán öten, aztán még többen egy olyan kis fejlesztő csapat, hogy nézzük meg, hogy mérnökként milyen megoldást tudnánk erre nyújtani, és ezért van átmenet, hiszen itt is a képfeldolgozási algoritmusokat kell használni, ez az a szoftver a lelke az egész rendszernek, és nyilvánvalóan a robotok esetében is nagyon sok minden múlik a szoftveren, tehát volt egy képfeldolgozási hátterem is, tehát az egyik szakirányom, amit végeztem, az pontosan erről szólt. És a világon ezt még ön előtt soha senki nem fedezte föl, vagy önök előtt? Érdekes módon nem, tehát az a része az elterjedt volt, hogy kézzel, hogyha megfelelően UV jelölővel használt szereket használnak, akkor kézi UV lámpával meg lehetett nézni, hogyha kimaradtak részek. De senki nem jutott el innen a következő lépésig, hogy erről csináljunk egy digitális felvételt, alkalmazunk olyan szoftvereket, amelyek alkalmasak ennek a kiértékelésére, és ezt a kiértékelést immár mint egy digitális objektív információt tudjuk felhasználni, akár oktatásra, akár pedig ugye a megfelelő viselkedés kialakítására. Akkor tehát ez tulajdonképpen egy világszabadalom? Terjeszteni fogják világszerte? Pontosan így van, erre van egy nemzetközi benyújtott szabadalmunk, amit a Műegyetemmel közösen adtunk be, és jelenleg egy startup cég formájában az nemzetközi nagy partnerek együtt működve azon dolgozunk, hogy ez minél hamarabb világ minél több részén elterjedjen. Ahogy itt beszélgettünk, hát majd csak egy órát ides tovább, szóval az a benyomásom, hogy én egy fiatalember, aki nagyon a helyén van, nagyon tudja a dolgát, szenvedélyes, és ráadásul még úgy tűnik, hogy nagyon jól is érzi magát ebben a szerepben. Én azt hiszem, hogy megtaláltam az, ami motivál reggel, délben, este, éjszaka, hajnalban, úgyhogy ez azt hiszem, hogy egy folyamatos pozitív érzés és tudat, hogy az ember hasznosnak érezheti magát és szeretheti, amit csinál. Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk, nagyon élvezetes volt, remélem azokhoz is közel vitte ezt a világot, akik esetleg úgy gondolták, hogy ez őket nem érdekli. Én majdnem ebbe a kategóriába tartozom, de nagyon magába ragadó volt az ön előadása. Ma este Heidegger Tamás mérnök, robotfejlesztő és orvosbiológus volt a vendégünk, aki noha még csak a 30-as évei elején jár, munkásságával már is jelentős hírnevet szerzett, tavaly például az egyik legrangosabb magyar tudományos kitüntetéssel, a Gábor Dénes díjjal ismerték el tevékenységét. Már ennyi volt műsorunk, jövünk legközelebb is.